Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A Rabbi Válaszó című rovatát látják a heti televíziónak, és a Rabbi Válaszol, akkor természetesen Oberlender Baruk a vendégem, a Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye itt a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy hát most éppen az imákban, Izraelben az esvér imádkoznak. Mi is, nekünk is kellé majd imádkozni az esőért. Több kérdés van ezzel kapcsolatban, amit tegyünk tisztába, ha lehetséges. Mikor van a harmatért imádkozás, mikor van az esőért való imádkozás? Kezdjük ezzel, mert ugye ez nyilvánvaló egyszerű, szerint ez évszaktól függően, de mégsem olyan egyszerű ez a történet. Semmi nem egyszerű. Hát, az ember nem tanulja meg, akkor semmi nem egyszerű. Így igaz. Szóval, az Amidában, vagy a régi imakönyvben, a fő imádságban, a mindennapi imában mindenre térünk ki. Az egyik áldás szól a megéletésről. Megéletés eredetileg az mezőgazdaságról szól, és a mezőgazdaság akkor eső. Ezért a megéletési ima, kérünk esőt. De mikor kérünk esőt? Igen. Most. Izraelben egy nagyon egyértelmű az esőkérés, mert nyáron, most beszélünk az évnek van két évszakja. Nyár és tél. Igen. Nyáron nincs eső, nem kérünk esőt. Ha lenne eső, az baj, mert tönkretene ezt is, azt is, ami kint van a mezőn. Nyáron nincs eső, télen van eső. Kezdünk kérni esőt? Mikor nem? Igen. Szukott, sátrak ünnepén nem kérünk eső, mert Isten őrizd, ne legyen eső. Rossz dolog lenne eső, lenne, mert ránk esne. Akkor nem. Szukott másnapján lehetne már kérni esőt? Nem, mert ugye zarándok ünnepe a szukott, jönnek fel Jeruzsálembe a szentébe, és utána haza kell menni. Tehát ha közben kérünk esőt, akkor azt jelenti, hogy a, mit tudom én, ki, aki még úton van, akkor esőben fog utazni, vagy járni. Erre azt mondja, a legmesszibb zsidó, aki az Eufrátesznál lakik, az két hét alatt csak hazaér. És ezért múlt héten, az Hezsvan hetedikén, azt jelenti november 1-én kezdte kérni esőt. Már az eufrátaszi zsidó is hazaért. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenkinek kell eső, de ha van még egy zsidó, aki úton van, ezért senki nem kér esőt. Ez mutatja az összetartásnak a fontosságos ereje. No, de külföldön, Európában a mezőgazdaság nem úgy van. Pontosan ezért. Sőt, én egyszer olvastam, vagy hallottam, hogy Magyarországon nyáron több eső van, mint télen. Nem tudom, ez tény, de mindenképpen sok eső az biztos. Ezért természetesen a mezőgazdaság is ehhez igazodik. De mindenképpen teljesen nem térünk el Izraelhez képest, mert mégis a zsidó népnek a központ az Izrael, és akkor az alapján megyünk, de mégis az van írva a Sulchan Aruchban, egy kicsikét eltérés van, és ezért mi csak december 4-én este kérünk esőt. És most az a kérdés, hogy ha én kérek esőt itt a Galutban, kire, mármint hogy melyik a föld melyik részére kérek esőt, Izraelre, vagy éppen arra az országra értem, ahol éppen élek, ez is egy fontos kérdés. Igen. Elvileg az ember attól van, oda kéri az esőt. De mi van akkor, hogy én épp november 1-én voltam Izraelben, mert unokám született ott, a Nachman fiam, aki itt lakik, ott született a fia, és mondom, most kérek esőt, vagy nem? És erről van egy halachikus vita, hogy de mindenki egyetért azzal, hogy aki ott vagy abban az országban, és ott tényleg kell eső, akkor kérni kell az esőt. A kérdés, hogy van, ha visszajöttem Magyarországra, akkor továbbra is kell kérni, ha már kezdtem kérni,
ez egy kicsit komplikált, ezért úgy döntöttem, hogy én a B verziót fogom használni. B verzió az, mi van akkor, ha valaki adta, azt hiszem, a 10. vagy 9. áldásnál nem kért esőt. Akkor van egy olyan további rész, a 12. áldásnál, a smákoléna áldás, ahol lehet magánkérelmekkel kiegészíteni, és akkor ott lehet pótolni. Ezt csináltam én. A helyben, ott, ahol kellene kérni, ott nem kértem, mert én nem itt lakom, és pótoltam később, és így gondolom, akkor nem kell tovább folytatnom itt Budapesten az esőkérést. ez volt jó. Mert mégis itt lakom, és akkor másképp fogok imádkozni, mint az egész közösség, az így nekem nem volt szimpatikus. És hogy hogyan az elmúlt több száz évben, mondjuk csak tekintsünk vissza itt Európára, ezt lehet tudni, hogy ez hogyan zajlott ez az egy... Úgy, ahogy most mondtam, de nem, ha már kérdésről van szó... Akiben ez fölmerült, akkor megtehette azt, hogy azt mondta, hogy akkor nem imádkozik esőért, majd esetleg később... Nem, ha valaki külföld és Izraelbe járt? Ja. Ne, hát nem, régen nem jártak, nem volt ez a nagy utazgatás. Nem nagyon tudtak felülni, csak úgy nem, a repülőre. Nem volt ez a nagy utazgatás. Az biztos, hogy egy izraeli, aki már kezdett kérni esőt, jön Magyarországra, vagy akárhova, továbbra is kéri. Mert mégis a zsidó népnek a központja az a Szentföld. Két ok miatt jártam én Izraelbe. Ezt mindjárt, csak előtte egy mondatot, bocsánat, csak azért, hogy segítsünk azzal is, hogy ugye a Hesván haváról ugye azt mondják, hogy ugye ez az hónap, amiben semmifajta ünnep nincsen, de semmifajta ünnep nincsen, és akkor legalább így tudunk odafigyelni, hogy akkor kezdjünk el esőn imádkozni. Legyen egy olyan pont, amit össze tudunk Hesvánnal kötni. Az esőkérés? Igen. Illetve, ha nincs más ünnep, akkor lehet ilyen napot tórát tanulni. Így igaz. És akkor most nézzük azt, hogy Oberlender Baruch miért is járt Izraelbe. Az első részét azt ugye az előbb sikerült elárulnod, hogy unokát született, fiúgyermek, és ezáltal ugye neki ottan 8 napos korában egy nagy ünnepség keretében meg volt a brisze. Jól hozzatettem azt a szót, hogy kellett volna, mert nem 8 naposan történt a brisz, mert a csecsemet picit sárgás volt, és a halacha szigorúban veszi ezt, nagyon helyesen. Mint az orvos. Az orvos azt mondja, hogy sárgaság az nem semmit, ez normálisan a halacha ezt nem fogadja el, és ezért a helyet pénteken lett volna a brisz, ami a 8. napon volt, ezért hétfőn délután volt a brisz. Uh-huh. És mi a gyermek neve, kezdjük a legfontosabb. A gyermek azt az apám, megboldogult apámnak a nevet kapta, aki Mordechai Aaron Chaim. De szép. És milyen volt az ünnepség hozzá? Hát nagyon szép volt, profi, mohel, család, tagok, nagyon szép volt, természetesen. A Talmud azt mondja, hogy a körülmetelés az mindig is, és nemzedékek óta mindig egy nagy ünnepség volt. Örültek a micsi. Nem beszélve arról egyébként, csak alkal meg kell jegyezni, hogy ugye hát egyébként a mostani heti szakaszon olvasunk erről, csak hozzátartunk. Igen, múlt héten megkapta a parancsot. Igen, és hát most ugye egyébként a egyik legfontosabb parancsot, a Bikur Holin parancsolatát is végigolvashatjuk. A betegek meglátogatása. Na de oké, már bocsánatot kérek, nagyon fontos családi esemény meg volt kipipálva. Na de hát egy rabbi az nem csak úgy van, hogy csak úgy ellátogatok a családhoz, egy nagyon fontos dolgot ott lenni, nagyon fontos esemény ott lenni, van más is. Igen, ezen kívül Európa, van egy szervezet, egy brüsszeli székhelyű szervezet, Európai Rabbi Konferencia, és annak a vezetőségi tagja vagyok. És akkor most volt egy ülés, egy kis konferencia vezetőségi tagoknak, amikor megtárgyaltunk mindenféle kérdést, illetve elmentünk különböző rabikhoz tárgyalni, kérdezni,
stb. A Lao főrabi, a Ammar, aki volt a Szefárdi főrabi, és most pedig a Jeruzsálemi főrabi, különböző haszid vezetők, az is nagyon hasznos volt, és nagyon különleges volt. Az Európai Rabbi konferenciája, az Jeruzsálemben, vagy a vezetősége Jeruzsálemben ülésezett, csak hogy... Igen, mert ugye Covid volt, nem tudtunk összejönni, és akkor ha már összejövünk, és akkor már találkozunk, akkor legyen ez a Izraelbe. Egy-egy ilyen alkalommal, amikor összejönnek itt ez a vezetőség, vannak-e olyan jogesetek, amikben, vagy olyan esetek, amikben véleményt kell nyilvánítani, szoktak ilyenek történni? Feltétlenül. Ez adja az alapját tulajdonképpen? Igen, igen, különböző témák. Voltak ilyen elvi témák, és voltak ilyen gyakorlati témák. A kóservágás több országban vannak olyan félhangak, vagy teljes, vagy hangas hangak betiltani a vágást. Betérésről állást kellett foglalni, és utána volt más konkrét kérdés. Vannak, ahol a zsidó iskolák, a hédereknek, a vallás a zsidó iskoláknak egyre több nehézséget okoznak nekik, hogy bele akarnak szólni abban, hogy mit tanuljanak a gyerekek, és mit nem tanuljanak. És szóval majdnem azt mondtam, hál' Istennek van sok munka, de nem hál' Istennek, mert ezek problémák. Mert ezek problémák. Én nem szeretnék tanácsot adni ennek a testületnek, de a kóser vágás kapcsán jutott eszembe az, hogy azok a hangok, amelyek azt mondják, hogy ez így nem jó, és ezt nem volna szabad engedni, ugye, ők ugye nem csak a kóservágásra mondják ezt, egyébként, hanem a halálvágásra is mondják, hogy lehet-e egyébként létező, nem létező, ezeket most nem politizálunk, vagy nem ilyen politikai dolgokban nem megyünk bele, problémákat áthidalni azzal, hogy az Európában létező különböző zsidó szervezetek, mint ez az Európai Rabbi konferenciája, vagy akár a European Jewish Congress, összefogva különböző muszlim szervezeteket, együttesen mondják azt, hogy a vallásszabadság, az vallásszabadság, és akkor ne tessék beleszólni. Tehát, hogy hát együtt egy kicsit nagyobb hangot lehet adni neki. Én nem tudom, tehát szó van erről. Először az én büszkén bejelentettem, hogy Magyarországra szó sincs semmi ilyesmiről, nincs szó a shita, a rituális vágásnak a betiltásáról, nincs szó a körülmetelésnek a betiltásáról. Tényleg a vallásszabadság az úgy működik, ahogy kell, de máshol az nem magától értető, és vannak problémák. Van, ahol, nem akarom mondani a nevet, az egyik országban, ahol félhivatalosan egyeztetnek. A kormányszervezet egyeztet a rabbikkal a következő lépéseket, mert kellemetlen nekik betiltani egy ilyen dolgot, és akkor egyeztettek, hogy mi lenne a helyes lépés továbbra. Szóval az igazság az, hogy sajnos ezt lehet látni, a holokauszt előtt ez egyik dolog, amivel feléptek a zsidók ellen, betiltattak a vágás, mert nem elég humánus. Szinte 6 millió zsidót megölni az humánus volt, de a kóser vágás az nem humánus. Érthetetlen számomra. Viszont jut eszembe a kóser vágásról, hogyan lehetne, ez csak egy kérdés, viszont nem vagyunk ugye közgazdászok, egyikünk sem az. Egyelőre. Szerintem a közgazdaságtudomány nagyon jól jár, hogyha nem mi műfejük, ezt szoktam mondani, hogy lehessen
folyamatosan kose hús kapni, és lehetőleg nem a csillagászati áron. Tudunk, hogyan kellene ennek működnie, úgy Isten igazából. Mert oké, a lehetőség megvan itthon is, csak hogy mégis időnként olyabbá tűnik, mint a döcögne. Ez nagyon legitim kérdés, és ezzel kell foglalkozni. Valamikor ez csak slamposság. Ó, de jó, ezt köszönöm szépen, igen, ezt valamikor, mit tudom én, hogy hirtelen lesz Pesach, és sokkal több húst vásárolnak, mint a tavaly nem lett volna Pesach, és akkor nem számítottak erre. Hirtelen lesz Pesach, és jaj, akkor egy hónap múlva lesz már újra hús, de hát Pesach az igen. Most van. Szóval valamikor ez slamposak, és valamikor tényleg, például ha Lengyelországból ne érkezne hús, akkor baj lenne, mert ott tényleg sok az állat, és jó minőségi állat van, ezért az problémás lenne, ha ott korlátoztak. Tehát a marha az Lengyelországból érkezik? Nagy részben. Európának a nagy része. Nem csak Európa és Izraelnek a marha ellátásnak a nagy része az Lengyelországból van. Nagy sok van, és jó minőségű. Jó minőségű az most minőségben, ugyanitt halachikusan is, hogy az állat, a tüdő, egészséges és minden, és akkor itt úgynevezett glatt kóser. A minőséget halachikusan is érteni kell. Igen. Kis megjegyzés hozzá, hogy én nem is tudom, hogy hol láttam valamelyik képen láttam, hogy Magyarországon lehetett kapni livát talán, vagy pulykát, teljesen mindegy, ami Izraelből jött, nagyon szép, pecséttel mindennel ellátva. Az ember alaposan megnézte a feliratot, hogy hát ez tulajdonképpen ez eredetileg Magyarországról ment ki Izraelbe, és onnan jött utána fogyasztva vissza. Igen. Ami azért... Az csak árban. Hát erről beszélek, igen, hogy ez egy kicsit nem mindegy is. Hát, oké, hogy most ezen a Hesván hónapban nincs ilyen ünnep, tehát van időnk Tórát tanulni, de mindeközben már a fejünk előtt, vagy a szemünk előtt kell legyen ez a Hanukka történet. A hanukkai történet. Ez ilyen 6 hét múlva? 6 hét múlva, igen. Csak annyit előlegezzünk meg, hogy milyen furcsa az, hogy a Hanukka az az ünnep, ami a világi zsidóság számára egy olyan különlegesség. Tehát az az, amire úgy nagyon-nagyon odafigyelnek, mondjuk leginkább ez a tengeren túlon van így, holott az ünnepben pontosan van egy kis csavar, hogy tulajdonképpen amikor ez a történet játszódik, a hanukkai történet játszódik, pont arról is szó van, hogy a vallásszabadság. Hogy azok a zsidók, akik nem világiasabb életet éltek, azok ellen is föl kellett lépni. Jó, nem ellenük szó. Nem ellenük szó, természetesen. De ők a rossz oldalon álltak, igen. Igen. És ezt az ellenmondást hogyan lehet feloldani? Én mondom, én nagyon pozitív dolognak láttam itt Magyarországon is, egyre népszerűbb a Hanukka, és ez segít annak, hogy mit tudom én, nyugati téren van a nagy Hanukka gyertyagyújtása, mindenki látja a tévében is, és mindenhol, és akkor így belekerül és ember megszokja, hogy egyszerűen vagyunk, akkor Hanukka van, és Hanukkának az a fény ünnepe, és a zsidóságnak a fényét ünnepeljük. Tehát, hogy akkor ez is egy módszer arra, vagy egy út arra, hogy azokat a zsidókat, akik ilyen vagy olyan okból eddig nem mutattak érdeklődést, semmifajta vallási semmi ünnep, semmi után, azok hirtelen elkezdjenek érdeklődni, és szép, lassan, komótosan, de beessenek legalább egyszer-kétszer a zsinagógába.
Hát figyelj, a zsidóságot lehet megközelíteni sok oldalról. De valahol kell kezdeni. Valakinek ez a épa. A Hanukkával kezdi, és akkor itt tetszik, belekóstol, és hogy olvasom az atyák bőrstanyt, az egyik mica hozza a másikat. Jut eszembe viszont, tudom, hogy nem politizálunk. Remélem, a továbbra se. Nem fogunk, de csak egy kérdés, hogy milyen volt Izraelben a hangulat a választási kampány alatt, után, közben. Semmi, csak ennyit, tehát az, hogy ki, hogyan, miként szavazott, az hát őszinte szóval. Izraelben épp ott voltunk, igen, amikor azért szavaztak, igen. Az szabad nap, az nem egy munkanap. Az emberek nagyon boldog. Ráérnek menni szabadni. Ha már. És utána egész nap, ez egy szabad nap. És nincs olyan, amit itthon is lehet, van az, hogy vannak olyan pillanatok, amikor úgy fölforr az emberekben a feszültség, az indulat, vagy azért annyira azért nem polarizálódtak a történetek? Hát, ami ott voltunk, az egy vallásos település volt. Eredetileg magyarok voltak. Mondja nekem, hogy az egyik fiatalem azt mondja, régen lehetett rosszét tartani magyarul. 90% megértette volna. Nem jellemző már mára. Szóval ott nem volt ilyen jellegű kérdés, nem volt. Nem volt kivel összetűzni, de azt hiszem, hogy békésen ment le. De hát... Ez jó, ez a magyar közösség, hogy lehetett magyarul, lehetett a pár évtized ezelőtt magyar drósé, magyarul drósé tartani. Jó, csak azt kell tudni, hogy az ortodox zsidóknál magyar nyelvű drósé nincs. Én tudom, csak azért mondom, hogy ugye jó múltkor beszéltünk arról, hogy ugye amikor a Köves Lómó fiatal emberként volt ki New Yorkban, és ugye mondta neki, hogy abban az üzletben, amabban is nyugodtan be lehet menni, és magyarul lehet kérni, és jól emlékszem, talán a túros táska volt így ez, van, amit... Így van. Mindenütt ott vannak ezek a magyar zsidók egyébként? Izraelben sokan vannak, az azt hiszem, pár százezer magyar ajkú zsidó van ott. Hihetetlen érdekes. Nekem nagyon tetszik, hogy magyarul is, jiddisül is, héberül is, mindenféle módon, Amerikában, hogy angolul is zajlik a kommunikáció, de hogy a magyar valahogy mindig fönnmarad. Feltétlenül. Beszéltünk a Bikur Holimról, ami fontos parancsolatról. Van erről valami különleges tanítás a remélek? A Bikur Holim a betegek meglátogatása. Betegek meglátogatása, a mostani heti szakaszban. Azon kezdődik az örök, ahol eljött Ábrahamhoz. Igen, igen. Miért jött? Meglátogatni, mert 99 évesen körülmetéltette magát, az nem egyszerű dolog, az örök, ahol jött meglátogatni. És ez egy micva. Most betegek meglátogatása, az maga az, hogy egy kicsit legyen neki társasága, ne legyen egyedül, vagy ilyesmi. Lelket öntünk a betegnek. De nem csak ez. Ha azt mondja, az ember elmegy egy beteghez, akkor valamit tenni kell érte, látni kell. Mit tudom én, az ágyat rendezni, hozni neki egy pohár vizet, segíteni neki felállni, leülni, jönni, menni. Szinte tenni kell érte, és ez egy nagy micva. Apám mesélte nekem egyszer, hogy volt valaki a közösségben, a pápai közösségben, kórházban, eljött a rabbi, és a rabbi kérdezi tőle a betegtől, mond, nem kell neked, ne hozzak neked vizet? Nem, köszönöm, nem kérem. Nem akarod rendezem egy kicsit a párnákat? Nem. Nem akarta, mondja a rabbi, de szeretnék egy micvát teljesíteni. A beteg meg ugye... A beteg akarta megtisztelni a rabit, hogy jaj, ne csinál se. De mondom, ha valami kell, akkor szóljál. Ez nagyon jó. Erről kéne majd valami okos, nagyon jó tanítást tenni, mert ez nagyon fontos. És ugye az, hogy a látogatás, ugye az is fontos, ne legyen a betegnek úgymond a terhére sem. Terhére. Tehát, hogy ugye, ne, ha ő azt mondja, hogy köszönöm szépen, most pihenni szeretnék, akkor nekem... Nem szabad erőltetni. Nem szabad ezt a dolgot erőltetni. Igenis. Azt gondolom, hogy
Jövő héten is tudunk nagyon izgalmas témákat találni, hogy fogunk is, ahogy eddig minden alkalommal tettük. Köszönöm szépen, hogy most egy hét szünet volt, vagy kettő, nem is tudom. Kettő hét szünet után újból találkoztunk. Köszönöm a nézőknek is a figyelmet, és hát természetesen Szabad Csalón, Gut Chávez. Gut Chávez kívánok mindenkinek.